Ajá, hay luz, sí, ajá, hay luz, sí, sí, ajá, hay luz, ajá, ajá. Co s tou Genyuk? Úristen, felborult minden. Na, hello, hello, Smile, hello, Ovari Daniel, hello, hello. Uno momento, rendbe kell tegyek vala mindent, mert itt a múltkor elveszett vala minden, amíg nem volt nekünk Diablo. Ó, igazából ennyit kell tennem, és akkor már pereghet is ilyen langos kamera, jó lesz nekünk. Sziasztok, mi a helyzet, meséljetek, rég találkoztunk, megint nem volt stream vagy egy napig, nem? Észrevettétek? Vagy ez volt az a dolog, ami boldoggá tett mindenkit? Holy Jesus! Meg a Monika elszállt minden. Ah! De why? Üff, Jézus Mária! Á! Na így fasza lesz, ugye? Mi a bánat ereje történt itt? Valami ilyesmi kell, de így meg sistergős. De mi a baj? Az előbb már tök jó belőttem. Hát nyilván rólam beszélünk, hogy elbasz. Üres volt a napod? Ó, elnézést, nekem gecire tele volt. Annyi munkám volt, minden rohadalom. De így nem jók a fények, meg kell csináljam. Pillanat, addig meséljetek. Mindenki így érzett? Mindenkinek hiányzott apu? Aki azt mondja, hogy nem, az buzi. Mondjuk nem ítéljük el a buzikat se, ugye? Vagy de? Csak azokat a buzikat ítéljük el, akik nem szubok. Mégiscsak nem szabad kivételezni. Itt átépítettem a setupot, amiből kifolyólag próbáltam máshogy megoldani a fényeket, aminek csak az lett a vége, sokkal rosszabb lett, mint eddig. De ugye, általában így van, hogyha hozzányúlok valamihez. Azóta is azt a szaros fejest farmolom, tele van már egy tabom jurikekkel, de az a fos baszik esni. Elmondjuk neked egy titkot, lehet target farmolni. Tudtátok, lehet a Diablo 4-be target farmolni, és tudtátok, hogy ott a radiátor megettem? Na ki szeretné ezt a titkot megtudni, hogy hogyan kell unique helmetet target farmolni? Elmondjam nektek? Amennyiben kíváncsi vagy rá, én elmondom neked. A Diablo 4-ben különböző osztályú ellenségek vannak, mint például, ugye tudjuk, a banditák, a skeletonok, ötjötjö, és ezeknek meddig van mondjuk úgy Diablo? Hello, sorry, meddig van ma, mert ma lesz izé valami nagy izé leállás, meg elvileg tegnap. Tehát ezeknek a monster base type-oknak vannak specifikus lootjaik, és a specifikus lootot van chance arra, hogy bizonyos itemeket nagyobb chance-szel dobnak. Ugye, hogyha valaki jól főkészült, és fönt van a Discord szerveremben, az belemegy a Diablo szobába, megnézi a pinned posztokat, ahova én ezt kiraktam. Diablo 4 Dungeon Types by Monster Families. A helmeteket a kannibálok dobálják nagyobb eséllyel, vagy a kannibáloknak bónusz esélyük van bónusz helmetekre, valami ilyesmiről van szó. Köszönöm szépen a követést. És a kannibálok ezekben az dungeonökben a leggyakoribbak. Tehát, hogyha te azt a csöves szarfos helmetet ütöd magadnak még a mai napig, megrökönyödve a kis testeddel elgörbült háttal,
Akkor ezeket a dungeonokat ajánlom neked, Óvárék Dánielje. Ezek ilyen elég új keletű dolgok igazából, jóformán stream sem nagyon volt. Mi ez? Négy napos sztori, hogy ez így kialakult, 4-5 nap, hogy szájra kélt ez a hír, illetve eljutott felém, hogy family type-os droppok vannak. És most valószínűleg én is ilyen dungeon-t fogok kifogni magamnak, ugyanis én meg a sákót fogom kiütni mindjárt. Mert öprúvolták, hogy a sákó 85 plusz monsterekből esik. Ennyi kell hozzá. Vertir 4 és 85 plusz. Itt van Stucninak a tier listje, mármint nem az övé, hanem másoké. Nézzük csak. Bastion Fate. Ja, várjál. Így. Ez egy elég fura tier list, mert például ez a dungeon itt nem is szerepel. Nem tudom, miért csak ennyi dungeon szerepel itt. Remélem, ez a szaros druid fajos nem így esik? Mármint hogy nem így? Vagy what? Hát mi hol ütöd normálon? Earthen Wound, XP, S, Glyph, B, Tier 80 plusz C. Megnézzük ezt a Earthen Wound Dungeon-t. Mi van, Dexter éhes vagy? Látom rajtad. Hát, hogy 85 plusz. Fixen nem tudom. Szia, hogy szopjam ki a lukat? Mi a helyzet? Hát attól függ, hogy melyik lukamat szeretnéd kiszopni. Amíg ezt nem mondod meg, én nem válaszolok. Gularán kanál SDF? Nem. Bro, akkor én rámegyek erre az Earthen Wound-ra. Jó? Meg kell keresni, hogy hol találom. És akkor bebugoltatjuk. És addig ütöm, amíg nem ad sakót. Ennyi. Genyó, nagyon adnék ide egy search bart. Ha de nyílt alattam, hogy az interaktív mapon már 42 és fél alkalommal megtaláltam volna. Itt van-e? Na! És csak simán elkezded ütni? Úgy van ez a bugoltatás, hogy fogsz egy szigilt, kurvára mindegy, hogy hova milyen szigilt, elhasználod, bemész ebbe a dungeonbe, amire rátölted a szigilt, micsoda muzsika, nem? Nagyot megy. Oszt fogod magad, oszt jól elindulsz. Mész, szaladsz. Most egyszer csak szembe jön veled egy paraszt. Te fogod, szájba vágod, megsebzed. Elsétálsz. Kiteleportálsz. Milyen menő lenne, hogyha ezt az elmúlt egy napban kijavították volna, nem? És innentől kezdve, továbbra is kettő hely van a klánban amúgy, ha valakit érdekel. Innentől kezdve elméletileg bár akárhányszor, akármelyik dungeon-t le tudod futni úgy, hogy azt egy teleportáltal lereseteled. Tehát ez ilyen faster farmer dolog. Hello, mi álljál már le? Hogy beszélsz te velem? Az utolsó 72 és fél alkalmú streamen nem voltál itt?
Mi a fasz? Én már aggódtam miattad. You know, bitch? Szülinaposztál, ünnepelted az enyémen? Hello. Hello, Szeki! Hello, szívem. Hiányom. Nekem nem csináltál. Tessék! Semmi. Ott van a sütőben. Isten éltesse minket, először saját tavasztalat, let's go, dude, boldog 12 és felediket. Na most, ami számomra nem világos, 100%-osan, hogy 85 vagy 85-nél nagyobb monsterek kellenek, mert ugye én még egy darabig csak 85-ös vagyok. Megvettette is ezt a borzadát, let's fucking go, dude, van még hely a guildbe, if you wanna know. Elméletileg ezeknek a core unique-oknak, like Shaco, meg a többi, nem kötelező Nightmare Dungeon-ben lenni, de hogy elvileg nagyobb chance-el esik Nightmare Dungeon-ben. Viszont én egyelőre még csak experience-ézek, úgyhogy nem fogok Nightmare Dungeon-t fogni, tolni, hanem kiválasztok egy decent dungeon-t, és azt bugoltatom, és vum vum vum, így XP megmondja, vüm. Chrisre játszik? What do you mean, bro? I don't understand your language. Uldir iszonyat megy most állítólag. Én direkt nem oda megyek. Éppen az előbb veséztük ki, hogy melyik monster type miket dob nagyobb chance-el, és én most kiütök egy Shaco-t. As you can see in the title. Ott vagy reggel óta borzasztó? Akkor miért vagy ott, hogyha borzasztó? Vagy most én ezt nem is értem. Miért csinálsz olyat, ami borzasztó? Jó az neked, hogy el vagy borzadályosodva? Ehe, hülye vagy a kurva anyád. Egy legendárira lehet másik aspektet tenni? Hogyha jól értem a kérdést, akkor a válaszom igen. Legendári itemeken is ugyanúgy lehet cserégetni az aspektet. Yep. Kopasz CEO, a Chris Wilson lett olyan, mint én. Jó, én előbb voltam kopasz, mint ő, és én szándékosan. Ő pedig azért, mert nem bírja kezelni a Path of Exile-t, és ezért inkább megkopaszodott. De nem baj, jól áll neki, helyes srác. Az a helyzet, arra jutottam a napokba, bazd meg, hogy én már poéznék, genyó. Egy függő szar vagyok. Úgyhogy már most megdőlni látszik az állításom, hogy én csak akkor fog poézni, hogyha fog a kettő lesz. Mert hogy 84-es mobok nálad és chance sincs rá még. Még nincs, de majd ma még lesz. Mi? Nem is figyeltem, hogy a zóna 85, a mobok 84, nem már geci. Hajakra. Hát akkor szigi, menjek szigilezni. Oh fucking Jesus. Mi van, hogyha én bebizonyítom, hogy nekem előbb is esett Sakó, ha? Mert hogyha szigilezni megyek, akkor már eshet. Mert ugye nem neked kell 85 plusznak lenni, bár elvileg az vagyok, hanem a moboknak, amiket így gyilkolsz a testeddel. Hello. Hello, szia, Ruziék Lászlaja! Hát nem tudom, mindenki nagyon vár valami gigantikus patchet, mert hogy elvileg tegnap is leállt a játék, bár ebbe erősítsetek meg, le kellett volna valami 6 órára, meg hogy ma is, de nem tudom így, hogy melyik timezone-ban amúgy. Gondolom USA, és nem tudom, igazából ők egy szóval nem mondták azt, hogy jön valami nagy patch notes, csak mindenki azt hiszi, hogy jön, mivel most ennyire leállt a játék 2 napra. Ugye szándékosan, nem a vasárnapit mondjuk a DDoS, hanem a szándékosságot a testükben bele.
Nem dobott ki tegnap. Az fura. Az fura, mert még a képet is beraktam DC-re, hogy ők ezt úgy fogalmazták meg, hogy game unavailable during this time. Tehát, hogy egyszer 26-a 9 AM-től 2 PM, gondolom USA time, meg ma 9.30-tól 2 PM. Nem tudom. Komolyan mondom, Monika, én nem tudom. Én nagyon szeretnék valami gigantikus patchet, amúgy. Mondjuk trade systemet. Jó, oké, nem. Balázs, ne bánts, kérlek, tudom, hogy van trade. De... Én azért mondom, hogy nincs trade, mert az, hogy nekem egy Discord szerverre kell kimennem, amit a player base elenyésző százaléka használ, és nekem úgy kell itemeket posztolgatnom fényképekkel, meg rövidítgetésekkel, meg úgy keresni, hogy na vajon ő hogy hirdette meg azt, amit én keresek, stb. Das ist nicht trade system for me. Nyilván, hogyha minden áron én most gírt szeretnék vásárolni, tudnék. Tehát azért szoktam azt mondani, hogy van is, meg nincs is a trade. Sőt, tudod mi az, amit én prediktelek, hogy be fognak rakni most, hogyha berakják? Ugye, ami szóba került a izén és a Q&A-n. Oda tudsz teleportálni a szigilekre, meg ilyenek. Én most lehet inkább szigilezek. Mit bír ez a karakter? 52-es bírja? Elfelejtettem. Monster attacks from distance. Menj a picsába már most. Nem is olvaslak tovább. Én ilyet nem nyomok. Haló? Tehát most elvileg, hogyha kiteleportak és vissza, akkor be van bugoltatva a dungeon, és így perma tudom magamnak reszetelgetni. Tehát, hogyha most mindenáron XP-zni szeretnék itt, ez egy... Nem is tudom, mennyi volt ez a... Folyban ennyi sincs, mármint... Mi? Trade? Nyilván is diablózni, kicsit XP-zünk? Ja nem, én össze-vissza játszok. Mármint for real, én most senkivel nem fogok együtt játszani, én most megyek össze-vissza, mint egy fasz. Na hát ezt szerettem volna bemutatni, Óvári Dániel, be van bugoltatva a dungeon, innentől csak kiteleportálsz, visszateleportálsz, és már respavnolt is minden. Hallod, kell egy új egér, nem működik a mouse button ötöm rendesen. Ez szörnyű. Veszek egy ilyen régi íze, IBM-es, azt a golyós egeret. Nem vállalom senkivel sem, hogy játszok, mert egyik pillanatban ehhez van kedvem, a másikban ahhoz. Én nem akarok senkit várakozásra buzdítani, sem én nem akarok senkire várni, mert nem is tudom, hogyan kell várni. Mennyi idő volt az dungeon? Aztán majd banolják a picsámat? Hallod, ezzel a taktikával lettek az emberek level 100-asok. Tehát én nem gondolom, hogy ezért bannolnak. Ezzel ez a solo dungeon reszetelés. A másik maga part is, amikor leléveli a party leader, aztán egyből resetelnek és visszainvel mindenkit. Hát így lettek a Steel Mage-ek is százasok, meg a szarnék így World First Hardcore százasok. Ez nem új keleti dolog, ezt nem én találtam ki, mindenki így játszik. Ezért bannolnának, akkor literálisan player base felét ki kéne rakniuk. Ez nem bug, akkor szerinted mi? Szerinted mi ez, hogyha ők szándékosan kivették azt a gombot, amivel te ezt tudod kezelni? Tehát ugye a bétában erre volt egy gomb. Most meg igazából csak egy Nightmare Dungeon indításával meg lehet csinálni. Én azon se lepődnék meg, hogyha ezt kijavítanák. Vagy visszaraknák a Reset Dungeon gombot, mert ugye így, hogy ez van, és nem tudnak vele mit csinálni, így... Vagy nem akarnak, nem tudom. Sia, bacillus, sia. Az nagyon nagyot menne, hogyha rá lehetne teleportálni a szigilekre, mert akkor simán tudnék kisebb szigileken fejlődni. Mármint úgy értem a kisebbeket, hogy ami
ami smooth, tehát amit ilyen sebességgel tök játszom, mit tudjam én, 30-as, de úgy, hogy állandóan oda kell valkolgatni, az úgy nem lenne effektív. Ugye ezért így XP-znek az emberek, nem pedig Nightmare Dungeon-ökbe. Ugye szívem? Aha. Egyéb csak. És mit jössz diablozni, Laci? Maradsz a rugódnál? Ez nem bug feature. Majd balandos sexploit. Menő az a rúgó, én is gondolkodtam rajta, hogy felhúzom, mert ugye nekem ott van 29-es, én gondolkodtam rajta, hogy felhúzom, aztán darálok PvP-be, de nem tudom. Legalább egy karaktert el kéne azért rötyögtetni 100-ig, nem? Bro, just yes, pulverized. Most offstream nekem is kiesett rá a Zsodi armon is, úgyhogy most már aztán csudi erős vagyok. Nincs a Windowsban valami stopper? Nincs. És miért pont 5 percet tegyenek rá? Indokold meg! Azért, mert annyi egy jó szex, de trap rugó. Meg izé. Mi? Azt játszott te, Szeki? Látjátok amúgy, hogy mennyire sokkal jobban esnek a helmetek a banditákból? Bro, harmadik dungeon ezt nem esett egy darab sem. Amúgy én szeretek tanácsot adni, hogy mit farmoljatok. Uram, mehet egy beminderezés? Én hálás lennék érte, amúgy esküszöm. Vagy mi? Ah, de rossz. Kösz, bocs, mi? Ez most hív mi? Hány vagyok? Micsoda? Tudom, ezt elmagyarázom. Akkor majd jó, mindjárt megnézem, csak most éppen timert indítottam, hogy mennyire vagyok gyorsan szaladó vadfarkas. És ez, és miért pont 5 percbe szabtad meg, Laci? Ha 1 perces CD van rajta, akkor nem mész át inkább abba a dungeonbe, amiben 10 másodperc alatt áttérsz. Ja, vagy lenne rajta 1 perc CD, akkor minden dungeon után ki tudnád verni kétszer. Mi ez a csúcs a fejed tetején? Az agykinövésem. Oda tárolom a poés izékat. Információkat. Hát ezt az eventet, ezt most pont el fogom skippelni, így, hogy timed run futok.
Eddig ez nem látszott. Hát mert eddig volt hajam. Ja, nekem is hiányzik. A csúcs a fejemen. Nem a hajad. Na, úgy volt balanszolva a hajam, tudod. Fodrászok általában odafigyelnek, hogy az aszimmetrikus fejen nem a fejformájához igazítsák a hajat, hanem hogy hát ilyen egyforma legyen. Pont a tájékban. Kurvára nem. Mert most gondolkodjál már, hogy akkor, hogyha ehhez a csúcshoz igazítja, akkor itt egy centivel hosszabb lenne, mint mellette. Istenem, geci! Jó, Robski, hello, hello! Szóljál, megszakértek bármit? Többször is. Nem tudsz játszani? Nem, mert kibogott. És nem mondod, hogy mit csinál? Tudom elmondani, van egy csika, ahol így állok. Húzi? Még mindig utálod a barbokat? Az összeset. Pű! Elnézést. Van drop, most érdemes nézni? Engem mindig érdemes. Rengeteg móka, kacagás, tökéletes információ áradat. Ilyeneket kaptok ti tőlem itt? Úristen, 4,5 perc egy dungeon. Szar vagyok. Halált érdemlek. Mi a geci van? Lejjebb ment a maga. Nem mosódott a sap, de valószínűleg kevésbé fog. Mit, hogy nem lesz jó? Egy kibaszott Isten király vagyok, bármit megoldok. Na, hát aki ilyen helyes, az mindenhez is ért. Ali vakarcs tö. Vakarcs tö. Vakarcs tot. Mi? Hát amúgy mindjárt level 100 vagyok, most mondom. Ubi ezt kérte a fodrásztól, hogy így nézzen ki. Ezt megmeri említni streambe? Mi a gecim ez? Itt küldöd nekem a nagy izékat? Mik az kajak? Most akkor lecigányoztál, vagy mi? Azt mondja, így nézek ki. Mi van, mit szólsz ehhez? De amúgy kajakra. Hallod? Az megvan, hogy nekem ki is van lyukaszva, annyit, hogy volt fülbe való a bal fülembe? Megcsináljam, legyek ilyen. Fiatal voltam, és kellett a pénz. Rak mellém a képet a fejednek? Vagy a fejem helyére tegyem a képet, you know? Na jó, speedrun leveling! A speedrun, hogy 4,5 perc egy dungeon? Szerintem amúgy kurvára nem. Úgyhogy lehet Uldurt kéne mennem, nem? Ki akarod kapcsol kamerát? Ijajajaj. Mert hogy ugye én most azért ezt a dungeon-t futom, mert itt van nagyon sok bandita. És itt nagyon sok helmet esik. Ugye láthatjátok az inventory-mon. Amúgy actually van már három.
Nem tudom, hogy ez sok-e. Vágod? Lehet, hogy sokkal több eset, viszont én ugye csak a székkréditemeket veszem fel. Amúgy azon nagyon sok bandita csak a dungeon első felében van, vagy mi most figyelem igazából, hogy haló? Le vagyok scammelve? Vagy ezek banditák? Ezek a szellem banditák? Vagy ezek a banditák? Ezek fixen banditák, jó nagy pikpakkokba. Akkor ugye nem eventezünk. Köves bánat. Vengeful spirit. I don't think that's a bandita. Én egy bandita vagyok? Oh my god, de ilyen jó bandita vagyok, vagy rossz bandita vagyok? Bandita, bandite. Bandi, te vagy az? Riven Crocs Bandi. A Robin Hood féle, aki a lop a gazdagtól és megöli a szegényeket? Lopok ám a gazdagoktól, csak nézd meg mennyi szubom van. Bár relatív ritkán ölök szegényeket. Azt hiszem, nem tudom. Néha nagyon mélyen alszom. Bro, what are you doing? Can you megsérülni? Na, hát én nem tudom, hogy ez mi volt. These are banditas. Yep, ezek meg férgek. Karányos férgek. Bejövetted? Hát csak ne járkálj a konyhába. Azt akkor egy napon belül mindenki éhen hal rajtad kívül ebbe a családba, hogyha te nem járkálsz be a konyhába. Ja, akkor más meg úgyse számít. Gyűrűd, megvan. Én nekem ma nem kell lenni. Van kaja? Megyek. Á, annyi nincs. De amúgy jöhetsz, aki vissza kéne rakni az ajtóba az üvegeket. Ma jött meg a bónusz üveg az üvegestől. De amúgy ráér jövő hétvégén. Úgy is jössz. Nincs kis szögem. Félre van rakva mind. A Nórinak van kis szöge. Ha, kis szögem nekem is van. Szívem? Százszor megbeszéltük, hogy ilyenkor nem nevetsz ennyire őszintén. Sírsz. Zokogsz. Kéne megtalálnom, mert már megint nem jelent sehova semmit. De anyuszi, ne legyél már ilyen. Akkor a te kis szögeddel rakjuk be oda a livestreambe. Vigyázzál, mert az is megvágám a kezedet. Lehet tudni, hogy a paukok mit dobálnak nagyon? A hálójukon kívül. Bár nem tudom, Uldur az gyorsabb ennél. Teljesen biztos nem. Let's go.
Spiders. 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 Spiders, chest focus, gloves, two-handed sword. Wait a damn minute! Nem jó. De amúgy nem rossz, sőt, nagyon jó, de... Az a baj, hogy az Olstad helyére kéne a tornádó, a Zinzsurt helyére meg mondjuk Atax... nem. Sokkal jobb az enyém. Ha egyszer késik, az a szard bulit rendeszek, mindenki a vendégem lesz. Let's go, peregnek az 1500 fő subgiftek. Vagy mi? Ja, mondjuk azok is. Amúgy is, azok is. A faszfej nem tud beszélni. Sacred, kurva anyád. Itt egy bov, az egy two additional arrow, ja nem, az egy másik videójáték. A sapkák a könnyű dolgom van, mert az összes druid a unikot használ, kinda. Van olyan druid, amelyik rare sapkát használ? Sosó gyűrű, crit, light, van én, csóró gyerek. Hát just vegyél fel egy sakót addig. Hangokat hallok. De azt hittem a dudorászásomat. Micsoda? Hittem a dudorászásomat. Akkor nézes meg magad orvossal, bazd meg, hogyha ezt én a dudorászást hallottam. Mert most az a helyzet, hogy az ilyen kind eladható itemeket én gyűjtem a testbe, de most ezeket hogy szortoljam ki? Az egyik egy sosó gyűrű, a másik egy druid, mit tudjam én, weapon, barbár weapon, meg izé most, és akkor fél óránként egy posztot nyithatsz az a csöves Discordon. Ez nekem nem trade system, na hadd hisztizzek már érte. Itt van. Van egy two-handed axe, egy druid nadrág, meg egy sosó gyűrű. Bro? Bűzli mondja Makma. Nem, ez a Dexter. Dexter mondja Makma. Nem feltétlen mondom azt, hogy közel nincs hozzá, mert tényleg, hogyha minden áron én itemet szeretnék venni, venni könnyen tudsz. De eladni bazd meg, most érted, a poéba is. Mikor tudsz eladni egy 3 káoszos itemet? Hogyha berakod a testedre és majd egyszer valaki rávispel, vagy hogyha neked mondjuk fél óránként ki kell posztolni egy Discord szerverre, szöveggel egybe kerítve, hogy azon milyen statok vannak, meg tököm tudja. És most akkor lehet azt mondani, hogy mert hogy miért egyszer 3 káoszos itemet? A gyerekek, nekem még a liga végén is van 3 káoszos tabom, érted? Hogy amire már vispel, addigra nem adom el. Amúgy igen, ez a másik fele, hogy vispeljen akkor, amikor hideoutban vagyok, különben nem kapja meg, de... De hogy érted, amit mondok, amit sírok, hogy nem teljesen alaptalan most a rívásom. Hello. Hello, szia, BLZ, te real. Hogy vagy, kedves BLZ? Balkaz. Elnézést. Hello.
Hello, szia Zsuzsó, hogy megy a pomf kicsim? Imádom a Zsoltéknak, hónapig könyörgök, hogy elkezdjünk egy játékot együtt, amit éppen játszok. Hogy, ó, nem, én az, hogy szar, az a soha nem fog játszani. Majd fél év múlva, ah, képzeld, elkezdtük. Ilyen az, hogyha valakit nem szeretnek a barátai. Most keltél? Az igen. Szia, Pókmalac! Hát, hogy egyszerű lenne, vagy nem, én ebben nem szólok bele, mert nem vagyok videójáték készítő, de én nem is azt mondom, hogy feltétlen real time, vagy real money AH kéne, érted? Mert azt már egyszer láttuk, hogy bedőlt. De legalább az, meg egy IGG AH legyen már. Hát, hogy... Vagy egy trade site, érted? Mert a poéba sincs AH, igaz, ott is még a mai napig sírunk érte, de meg lehet oldani AH nélkül. Kedves egészséget. Tegnap 7 órát vavasztunk ki, folyt az agyam. Zsó, régen 27 órákat játszottunk, bazzak. Egy Madden NFL demóval, geci. Ennyire öregszel? Igen, annyira jó lenne, érted? Mert most akkor el tudja dönteni az ember, hogy ú, nekem mondjuk... Mert most bazd meg, hogyha kiesik egy olyan item, amit mondjuk tisztán tudom, hogy biztos kurva is, hogy a kutya nem venné meg 10 millióért, érted? Ami nekem az inger küszöb arra, hogy trédeljek. Szia, Mad Dog! De mondjuk én tudom, hogy ez valakinek, aki éppen átjön Vörtir 4-re, annak egy kicsi upgrade, és mondjuk egy 1-2 milliót már ad érte, akkor jó, azért már kirakom egy olyan site-ra, vagy AH-ra, ahol az az ember meg fogja találni. Na meg a másik az, hogy a trade-nek csak is kizárólag akkor lenne értelme, hogyha az itemek nem csak a szinteden esnének. Mert itt van, amit a Razza is panaszkodott, teljesen jogosan bazd meg, meg a hasonló magas szintű játékosok, hogy ő tök hamar lerásolja a level 100-at, és onnantól baszhatja, mert nem tudja eladni az itemeket, amik esnek, érted? Mert százas itemek esnek, és kevés százas ember van még mindig, mert inkább rerollolnak az emberek, bazd meg, kipróbálnak minden. Most a hajad is milyen felkiáltó jel a haj, csak hogy tudjátok, hogy még mindig a kibaszott bal felső sarokba ki van írva a komment. Komman, sorry. Ez az, hogy ez. Tehát oké, hogy personal loot, jó, leszarom, túltesszük magunkat rajta, de geci, hogy még szinthez kötött is. Halló! Gyerekek, nagyon-nagyon jó alapkoncepciót találtatok ki a videójátékhoz, de azért na. Ezek olyan dolgok, amik a seasonre bejönnének, olyan kibaszott mód megdobnák. És szerintem ezek a dolgok úgymond elviselhetővé tennék azt, hogy mondjuk egy normális endgame-re még várnunk kell egy-két season. Nem tudom, hogy lesz-e patch. Én official notot nem láttam arról, hogy lesz patch. Én annyit láttam, hogy elvileg tegnap sem kéne, hogy tudjuk játszani, meg ma sem. Ennek ellenére mondják a srácok, hogy tegnap nem dobtak ki őket. Én tegnap nem voltam. Ma még mindig játszok. Nem tudom. Nem olvastam el rendesen, mit, hogy nem lesz elérhető a játék abban a 6 órában? Az van odaírva, hogy a játék nem lesz elérhető ebben az időben. Az extra testebek is Season 2-re ígérik, azt ez valószínűleg nem nagy dolog, de kurva nagy QOL. Bro, küldtél nekem egy neon cicát. Meg amúgy igazából ez csak maintenance. Nem az van ott, hanem. Mi az, hogy plusz 18? Tessék! During this time, players may experience interrupts or services. De akkor geci! Tehát, hogy mind a kettő hivatalos Blizzard post. Haló? Na mindegy, én azt nem tudom, hogy patch notes is lesz-e hozzá, meg ez ugye csak egy maintenance. Nem tudom.
De most ezt a linket megkaptuk, de... I'm not upset, bro. I'm downset. Ez tök furi nekem. Arról tudunk valamit, hogy lesz ebből patch notes? Vagy bármi? Amúgy az extra stress tabek elég lenne a 4 tab, bazd meg, hogyha lehetne stackelni a szigileket, meg az aspekteket, érted? Tehát, hogyha ilyen specifikus tabek lennének, mint a Chat of Exile-ba. Köszönjük szépen a csinformációt. Meguntad ezt a fost, mert százas vagy. Érted? Én is azt mondom amúgy, tehát, hogy na, kezdek elhajlani abba az irányba én is, hogy egy picit így seasonig el kell rakni. Ez az level 70 után kinda vége a játéknak, tehát most lehet itt menni a bis gírre, de bazd meg, 70-en már full gírbe vagy, érted? Utána meg csak az, hogy level 100, azt oké, akkor nagyon erős vagyok, de most mi az endgame, a Lilith? Azt se dob semmit, tehát, hogy... Még egy pár napot élek benne, érted? Tehát azért még annyira nem mondtam meg, ugye én nem is rásoltam a százakat, meg ilyenek. De... Meg tényleg ketté karakterem van 80 pluszon. Lenne még mit kipróbálnom? Éted? Jön a Metin szerver, úgy, ki a fasz, Jézusom. Na ez a legnagyobb baj, hogy oké, hogy én eldöntöm, hogy nem diablózok, de akkor mi a geci csinálják? Tehát én nem akarok lolozni, azt senki nem akarja nézni, hogy lolozok, ezt bebizonyítottuk valamelyik nap, nem is tudok lolozni, ezt azon kívül mit? Forrest ezek a Norbival, mert arra vár már fél éve. Fejezem be a Harry Pottert, mert megvettem már egy éve, de ezek olyan dolgok, hogy... Most amit mindenféleképpen ki akarok próbálni, letöltöttem ezt a izét, a Hunter Lófasz játékot, ugye, meg most ez az, hogy a Lacival fölbusztoltattam a izét, le is van töltve Mihály. Tehát én ezt mindenféleképpen ki akarom próbálni, csak nem tudom. Az a helyzet, hogy tudjátok, hogy nem nézem a nézőszámokat, de tök jó amúgy tudni, hogy sokan vagyunk, és lehet, hogyha mondjuk egy ilyen free epikes játéka játszik, akkor nem lennénk. És mi van, hogyha ez most depresszió? Mély depresszióba teszít engem, aztán megölöm magam holnapra. Vagy nem? Tényleg nem érdekes, hogy már megvan a gyűrűd. Meg épp itt valamelyik nap vesézgettem, hogy az Epic könyvtáramban van 165 játék, a Steamben is van legalább 100, van Xbox Game Pass, tököm tudja, valamit azért csak kéne találni. Igen, engem a Poe meg a Diablo miatt néznek, ez fact, de most ugye erre meg azt szoktam mondani, hogy nem fogok valamit azért játszani, mert sokan nézik, de nem élvezem. Tehát a Poe-t is megtehetném, hogy én játszom izé liga utolsó napjáig, de én addig nem élvezem azt a játékot. Only Fab Simulator? What do you mean, bro? Csapjam ki itt most. De mondjuk ez meg a másik fel, hogy ütöm az egyik szavammal a másikat, mert kurvára leszorom, hogyha tizen néznek, akkor is streamelek, tehát... De ahogy én érzem azt, hogy unom meg a Diablót, úgy azért gondolom a nézők is már úgy vannak vele, tehát csökkennek már nézőszámok a Diablóban, nem? Vagy hogy van ez? Nem szoktam abszolút nézni sem más streameket, se statisztikákat. Meg nem is ismerem a számokat, mert autista vagyok. De most belém tettétek a harci ideget, lehet mindjárt elmegyek vadászni. Lelövöm a vacsorát. Amúgy, ja. Az is van valami, hogy még mindig a droppok miatt van hatalmas nézőszám. Ugye kezdetleg volt a nagy hype, amikor elérte a milliót is talán. Nem tudom, 940 ezer volt a legnagyobb szám, amit néztem. Hát igen, ezt is megértem, Laci, hogy unott szólóba, abszolút meg, hogy tényleg az, hogy se endgame, se effektív trade grindolás nincs benne, akkor
Ez, amit írnak a srácok, hogy alapgém, illetve 100-140 óra, ez tökéletesen megállja a helyét, mert még a mai napig egy szóval nem mondom azt, hogy én megbántam, vagy hogy ez egy szarjáték, vagy mit tudjam én. Mert élvezem. Tényleg, kurvára élveztem ezt a jó sok órát, amit beleraktam, de csuklok, bazd meg. Hát bazd meg, vedd le az autentikátort, vagy most nem értem, hogy mi a baj. Persze, ez abszolút egyetért ezzel szerintem mindenki, hogy viszont, hogyha azt nézzük, meg megmondom az őszinte véleményem, szerintem sokkal jobb alapjáték lett, mint amit vártunk, mert hogy jaj, Blizzard meg Diablo. Tudod, hányszor lefelvettem már a bénetemről a izét, baszki? Nekem mindig van valami, vagy telefoncsere, vagy valami izé. Többször megcsináltam már. Nekem nem volt vele baj. Ja, hogy neked bugos? I see. Akkor el kell küldeni mindenkit egy melegebb éghajlatra. Hát de mi más szeretnél egy laddertől, Milán? Mármint, hogy ez most halálkomoly kérdés. Volt valaha bármi más jelentőség egy laddernek, főleg egy Diablóban, mint hogy ki lesz először 100-as? Az is, igen, én is ezt mondtam nagyon sokszor a háborgóknak, hogy oly, mert szarunalmas játék, akkor geci, menj a picsába, játsszál mást, aztán gyere vissza akkor, amikor már úgy érzed, hogy jó lesz. Hát most az, hogy fröcsögünk, hogy szarjáték, azzal nem vagyunk előrébb. Akinek tetszik, játsza így, akinek nem, az meg menjen el játszom más. Mindjárt itt az új liga a poéba, bár még túl messze van, én meghalok amúgy, mert már poéval álmodtam valamelyik nap. Milyen contentre gondolsz? Én most nem tudom, miről beszélsz, Milán. Hát a seasonök, azok itt is contentek, lesznek contentek a seasonökben, ezt elmondták, hogy specifikus seasonök lesznek. Valami témára alapuló seasonök. Az egy nagyon valóságos dátumnak tűnik, tudod mi a baj vele, hogy az még geciri másfél hónap. De amúgy, hogy Exiconig még nem raknak be egy csöves eventet, vagy valamit amúgy, hogy az emberek játszhassák a videójátékot, én annyira nem értem. Genyó, ráncsák elő megint azt, ami volt a flashback eventnél, egy hét flashback, egy hét deep delve, mit tudjam én. Egy hét only heist, és kurva jól ellennének az emberek. Nem tudom, miért ezt kell csinálni. Azt ott foglalkozni se kell semmivel, bazd meg. Nem tudjuk még, hogy mikorra várható, figyelj, patofexile2.com, megnézed, mikor lesz az Exile-kon, szerintem utána a következő hétvége.
Path of Exile .2.com 31 nap, édes jó Istenem. Az akkor azt mondja, július 27, ugye? Valahogy így. Akkor ez úgy nem stimmel engér. Én szerintem akkor inkább a negyedikei hétvége. Az a két dátum 100%. De hát akkor miért mondták, hogy nem eredjenek soká? Ki a faszom akar két hétig Új-Zélandon maradni? Amúgy állítólag kurva szép hely. Mindegy, addig valamivel kurvára ki kell tölteni az időt. Te most szopatsz? Én nem szopatlak. Dungeon meg vagy picsa? Ó, te kurva! Kijöttem, úgyhogy kérem vissza. De... pisilni kellett csak neki? Mi a fa vele? Nem tudom. Te most nagyon boldog vagy. Jót pisiltél? Egyre jól esett? Tudom már milyen az. Figyelj, szerintem akkor lesz, amikor lesz, érted? Mark my words. Leszarom. Addig, most az a lényeg, hogy két hónapig valamivel videójátékozni kéne. Én ma biztos, hogy nem akarok cségózni, Laci. Fogunk cségózni, de ma nem. Én legvalószínűbbnek tartom, hogy ma vadászat lesz még a streamben. Igazából ma akár hosszú streamet is tudok csinálni, nem? Mert egy 20 requestet hagytam, az picsa. Ha. Hajnal kettőkor keltem. Diablóban nem jól ütközök, mert lesz az új season? De tényleg. Nincs még fix dátum a Diablóban. Július közepe per vége. A tervezett. Nincs még fix. Hogy nő a bolond hajam? Walala! Van nekem egy Fist of Fate-em elrakva, de az csak 782-es, látod? Tessék, apa, ott a 800 pluszos. Biztos lehetsz benne, hogy nem kezdik egyszerre. A Path of Exile-nál mindig odafigyeltek a más nagy volumenű játékok megjelenésére. Volt, amikor a Cyberpunk miatt tolták el a kezdést, aztán pedig a két játéknak az égvilágon semmi köze nincs egymáshoz.
De amúgy én csak azt kívánom tényleg tiszta szívemből, hogy legyen annyira jó a Pol 2, hogy az legyen a legnagyobb bajunk, hogy nem tudunk pihenni a két játék startja között. Legyen annyira jó. Ezt ebben a formájában abszolút ebbe igazad van, ezt így nem gondoltam végig, de ha esetleg fölnő PoE szintre, mind endgame, mint összetettségben a Diablo, akkor én azt mondom, hogy tökörülnék, hogy a két olyan erős játék lenne, meg mondjuk azért addigra már bedurran egy normális trade a Last Epochba is. Igen, jelenleg ez a játék, ez csak ilyen time fill a polligák között sadly, de annak viszont jó, csak hogyha ez ennyi marad még két-három ligán át, akkor ez két-három ligán át nem lesz érdekes. Persze, amúgy bugoljál be. Kép gecit érdekel, hogy bebugolsz. Hát miért ne csinálnád? Hát én azért azt mondom, hogy Season 1-re én sem várok semmit, de a Hello. Season 2 már lehetne fasza. Hello, szépeti Geci, hogy még a 1 perces timed event, ami bugos, és utána még fél percet várni kell, amíg beszél. Tehát Tudom, Peti, láttam, meg is kérdeztem, hogy. Vagy mi? Ja, hogy most Sikszel? Vagy mi? Mindegy, én nem azon vagyok, meg amúgy szerintem én hordak. Vagy alisok vagyunk? A rák tudja. Azt sem tudom, melyik szerveren vagyunk amúgy. Kiru, Dávid, melyik szerveren vagyunk mi klasszikon? Meg ugye lelettem hurrogva Discordon is, hogy én egy ARPG játékban elvárom a Balanced PvP-t. Én amikor azt mondtam, hogy Balanced PvP-t akarok, én legalább arra gondolok, hogy szintenkénti zónák legyenek. Tehát ne legyen meg 64-es egy zónában egy 100-assal, bazd meg. Mert oké, hogy mondjuk a Path of Exile-ban hót magasról le van szarva a PvP, mert ott csak úgy benn van, tudod? De hogyha ezt a játékot úgy promózták, hogy milyen kurva jó a PvP, meg van külön PvP zóna, a PvP eventek, PvP settek, PvP küldetés, PvP currency, stb. Akkor ez nem csak egy ilyen adalékanyag, hanem ez kajak egy fontos része a játéknak. Akkor ezt legyen már egy kicsit foglalkozva vele. Én soha nem PvP-ztem Diablo 2-ben, kurva távol állt tőlem, viszont én ebbe a játékba szerettem volna. Kiru délutános? Jaj, Jézusom. Megyek oda hozzátok? Mi faszért mennék oda? Mi a faszért mennék vavozni? Majd benne lesz ICC, mondtam, akkor visszamegyünk. Végig szép idők, amikor fiatal voltál, mi? Azt hiszem most jön be a TOC. De valami ilyesmit mondtak a srácok.
Már benn van. ICC-ről még nincs semmi hír, nem? Most WoW-ról beszélünk, Laci. Aki esetleg nem tudja követni. Nulla faszam. Érted, amikor én azt mondom, hogy balanszolt legyen a PvP, nem azt mondom, hogy buildek legyenek balanszoltak, mert nyilván az sokkal nehezebb, tehát nem arra van kiegyezve a játék. De tényleg, baszd meg, csak ennyi, hogy legalább a zónát rakjuk már úgy rendbe, érted? Oda megyek, oda mentem 77-esen, vansatoltam a 64-est, jött a 100-as, az meg engem vansatolt. Most akkor level 100 alatt nem menjek PvP-zni, mert úgyis megbasznak, vagy... Ezek, amik a WoW-ban beszélünk, Laci, ezek a... Melyik raidek vannak benne, klasszikban, most arról van szó. Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy én Lich King-be csak Naxxot ütöttem, és se Ulduar-ba talán egyszer voltam, Tots-ba talán még annyiszor sem, mert ugye én csak Taurin Lich King-eztem. Amikor én megvettem az eredeti Lich King-et, akkor jelent meg a Cataclysm, tehát ugye ott már nem Lich King-eztünk. De most, amikor a Dávidékkal elmentünk klasszikozni, amikor ugye megjelent, kurva jó volt az első két hétig. Az, hogy két hét után már az alt karakterem is off, meg main spec-be is full Nax 25 gírbe volt, nem nagyon volt már benne nekem értelem, mert PvP-ben sosem voltam otthon a WoW-ba. Tehát én akkor azt mondtam, hogy én ezért nem fizetek elő, hogy semmit ne tudjak csinálni. Azért meg csak napi egy cooking, meg fishing questet, bazd meg két karakteren, érted? Ez... Egyszerűen azt csináltam már, hogy elindítottam a WoW-ot, ezt megnéztem mellette 6 filmet, azt utána kikapcsoltam a játékot. Az még nem feltétlenül ér meg havi 5000 forintot. De miért a PvP az realmenként külön van a WoW-ba? Meg most a WoW-os PvP-t hasonlítani Diablos, hogy mi a fasz? Én Taurit se Taurin nyomtam, én a Voton voltam, mi azzal menőztünk, a PvP szerveren voltunk kurva király PvS-ek. Érti ezt? Hoheger Goa volt. Úgyhogy ja, most vergődünk van. Várom az ötleteket, hogy milyen videójátékok legyenek amúgy így mostanában, hogyha kicsit elrakjuk a Diablót. Nyilván a realitás talaján maradva. Nyilván Lucha. Jó, nyilván Peti nektek teljesen más, mert teljesen új. Én nekem azért jó pár év World of Warcraft van a hátam mögött, tehát én teljesen más szemmel nézek ama videójátékra vala. Mu Online, Meti, Silk Road. Az igen, genyó. Fősorolt a háromat, ami biztos, hogy nem lesz. Azért neked van érzéket beletapintani. A HC még esküszöm, gondolkodtam is, de aztán én mindig hamar megmondanom magam ilyenekkor. Ja, hogy a HC WoW! Na az biztos kurva Isten, hogy nem. Nem szerettem a HC-t, meg valami olyan játékot keresek, amiben nem kell agyatlan grindolni, és úgy is jó, mert most nem akarok még több grindolós játékot berakni, érted?
Azért most oké, mondom, hogy ezt a vadászásosat kipróbáljuk, de én nem hiszem, hogy ez egy olyan játék, amit én egy hónapig fogok játszani, érted? Ez ilyen alkalmankénti. Forest is mindenképpen lesz, ha már megvetettem a Norbiba, meg azért már szana szép pecselik azt is. Én is imádtam, én druid meg sámán voltam mindig a WoW-ban. Van a WoW-ban HC. Jaja. Sok sikert hozzá. De az privát szerver, ugye? Jól mondom, Gaze. Az mondjuk nagyon menő. És akkor most mindenki ott fogja hagyni a privát szervert és előről kezdi. Mindjárt nézem Lala, csak speedrunolok. Speed nincs rám, van. Persze, hogy megyünk HC, Peti. Mekkorát menne ilyen izé first time vavosoknak a HC genyó, elvinni őket rédelni. Kérki 10k requested, bro, mondta, hogy unatkozó 2 hónapig. Hallod? Tegnap bebugolt ez a szar, dolgozok, 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 ah, mondom, egész jó, haladok, mennyi request van rá, 2296, mondom, tessék! Hallod, a halál összes vize levert, baszdmeg, mondom, hogy hétig föl sem állok a gép elől. Én amúgy kérnék genyó, de nálunk nincs. Mama, bekaptad a lábam. Biztos véletlen. Úgy kell neked. Hallod, még abban is benne lennék, hogy futballmenedzsert streamelek, genyó. Na azzal ölném meg totálisan a néző számot. De nem baj, nem zavar. Mondom, nem feltétlen, tehát jó, nyilván, hogyha olyan játékot akarnék játszani, ami izé nézőszám faszom, tudja, akkor most egy hónapig Minecraftoznánk, meg Fortnite-oznánk, de no, I don't think I will. Tehát még kajak, akár FM is lehet, hallod? De én csak a 22-t játszom, mert ahhoz van már magyarosítás, magyarítás, bocsánat. Tudok angolul, de nem futballmenedzser szinten még nem. Azt sem tudom, hol hagytam abba a múltkor, de már nagyon menő voltam. Az nagyon sokáig tartan, igen. Jaja. De amúgy nekem nincs az Elden Ring. Anno, amikor föl volt hype-om, gondolkodtam, hogy megvegyem, aztán megvettem a virágboltból, kipróbáltam, és 5 perc után döntöttem, úgyhogy ez nem az a videójáték, amiért én pénzt adnék, mert kurvára nem az én világom. Mutatom a timert, genyó, azt megállok, izé, Curse Shrine-nál. De amúgy ez már szerintem a második volt. Abszolút hang vagyok. A Minecraft-tal amúgy az égvilágon semmi bajom, mi azt szoktuk játszani. Néha, amikor rájön a gengre, tudod, de a Fortnite gecire nem az én világom.
Vágom, de akkor se. Utoljára akkor játszottam a Minecraftot, amikor még nem külön mod volt, hanem volt olyan város rész, vagy map rész, ahol nem lehetett se építeni, se rombolni. Na, én akkor játszottam utoljára. Akkor szentimentális. Mármint most az FM-re mondott, Peti, vagy mire? Találtam, hogy Dungeonben egy lálát és szövege lehet kinyitni, és két totem, mert amit olvasni lehet. Hallottam már a ládáról, de nem tudom megmondani neked, hogy melyiket kell választani. Akkor itt tök másik ládáról, másik szöveges ládáról hallottam. This, crit, wool, lucky. Ez szerintem jó, amúgy, ami buildünkbe, abszolút. És abszolút jó. De most mit nézegessem az itemeket? Úgy se fogom egyiket se eladni. Mármint érted. Azt nézem, hogy potenciális upgrade a péniszemre. Mit? Nincs már upgrade, genyot? Milyen gírbe vagyok már? Egy weapon, one-handed weapon, egy axe, one-handed axe kéne. Meg... Kész a karakter, geci. Nyilván ugye nekünk, akik rommá grindoljuk éjjel-nappal az ilyen játékokat, már unalmas az a játék, de például a Norik előbbi játékosoknak, akik most ismerkednek a Diablo világával, meg teljesen jó. Final Fantasy soha egyik részével nem játszottam, és egy másodpercet se láttam belőle, és azt sem tudom, miről szól. De örülnék, hogyha olyan játékokat találnánk ki, hogy mit streameljek, ami mondjuk megvan. Azt sem tudom. Azért írtam azt, hogy progressz játék. Igen. Ez a legszebb megfogalmazás. Mutassam, mi van. Figyelj, én megmutatom, bazd meg. Figyelj, ne. Hallod, Laci, gratulálok, geci. Annyi ládát kiszedtem, mint a szar. Mi legyen, kinyissuk őket? Vicceltem, nincs pénzem. Na figyelj! Olvassam végig amúgy a 114 streames játékot és a 116 epikeset, vagy mi legyen? Ark, hát ezt nem tudom, egyszer próbáltam, de nem nagyon tetszett, bár túl sok lehetőséget nem adtam neki. Black Desert, ez biztos, hogy nem fogok. Borderlands, azt is nagyon hamar meguntam. Cség ugye potenciális videójáték. Cyberpunk, ez is annyira megérdemelni, hogy végigjátszam, basz meg, ha már megvettem. Az a baj, hogy előrendeltem, amikor megjelent, azt beleraktam, mennyit? 21 órát, de annyira bugos és szar volt, hogy el is engedtem. RTS 2, emlékszem még, Zsolti, ezt te vetetted meg velem nagyjából 15 évvel ezelőtt, bazd meg. Igen, most már jó Cyberpunk, mondták, most már játszható. Lehet kijátszuk, viszont mindenféleképpen újra kezdve. Forest ugye, a régi Forest, meg az új Forest, Norbi, vágod, GTA 5. Nem játszok GTA Online-t, mert nem RP-zek, a sima online meg egy szar. Last Epoch, hát nem tudom, föltelepítettem, de a lélek nem visz rá trade nélkül. Mordau múltkor nagyon nagyot ment, de egyedül kurvára nem fan. Meg nem is tudok vele játszani. New World, ezért biztos, hogy nem fog visszamenni. PUBG, nem akarok, nem vagyok már jó FPS-es videójátékos. Rust, megint csak az, hogy az csak akkor jó, hogyha sokan vagyunk és elvetemültek. Rainbow Six, nem fog FPS-ezni. Na hát, Death Witcher 1-2-3. Az is megérdemelni, hogy végigjátszam.
Hát nem fogok hiszen poézni, Liga közben nekem semmi értelme nincs annak, hogy visszamenjek poézni. Na, here are my 167 Epic Game. Ugye a vadászatot mindenféleképpen ki fogjuk próbálni. Azt igazából minden, ami free volt, az be van claimelve, I guess. Pont így mentünk még a játékot, mi is Hubizsóval is így kötöttünk, ilyen Wolfnál. Én nem fogok. Nem akarok olyan játékot, amire költeni kell. Nem akarok játékot venni, nem akarok előfizetékes játékot játszani. Amogus mehet. Darkest Dungeon-t kipróbáltam, tetszett, csak nehéz volt nekem. Csicska vagyok. Azt, hogy a GTA 5 miért van meg nekem Steamen is, meg Epicen is, azt nem tudom. Red Dead Redemption 2-t is mindenféleképpen végig akarom játszani. Puha standard HCSSF. Ó, kajak, menjünk, genyó. Red Dead Redemption 2-t is ugyanúgy végig akarom játszani, mint a Cyberpunkon. Ezek mivel nem új játékok, ezért mindenféleképpen nézőszámromból lesz, de kurvára nem érdekel. Én ezeket végig fogom játszani. Kingdom Come, Devil Evolution, azt miattatok vettem meg. Vagy az free, nem tudom. De igen, az a helyzet, Pető, hogy ti minden játékkal akkor játszotok, amikor én nem érek rá. Amikor meg már ráérnék, akkor meg már nem vagytok a barátaim. Age of Empires 3, akkor van inkább 2, nem? Nem állítottam le. Azt a kurva, az én kajám illata. Ó, te jó ég, meghalok. De még annak... Micsoda? Annak még... Azért fogok meghalni. Hát süljön, baszok én rá, hogyha este 10-ig sül, az se érdekel. Tudom meg. Ja, meg az a baj, hogyha én most ezt bezabálom. Nagyon összeestek. Összeestek? De majd csinálsz hozzá úgyis egy 10,5 kiló krumplit, nem? Ah, összefolyt a sperma a számba. Mire abba hagyni, a Diablo Joe-nak lesz pénz és megveszi. That's the spirit. Na mit szóltok hozzá, hogyha én itt a héten végig játszom a Cyberpunkot, nem a héten, elkezdjük Warcraft 3. Nagyon-nagyon-nagyon mindenféle negatívat hallottam arról a Rework-ről, és az megint csak ott tartunk, hogy fizetős. Vagy sima Warcraft 3-at mondasz, vagy a nem itt talking about. Tehát mit szóltok, hogy elkezdjük az ilyeneket, hogy Cyberpunk meg RDR 2? RDR 2-ben viszonylag sok órát beleraktam és viszonylag haladtam is benne, de azt is újra fogom mindenféleképpen kezdeni. Mert a múltkor letöltöttem és rájöttem, hogy azt se tudom, hol tartok, azt se tudom, mit kell csinálni, és azt se tudom, hogyan kell játszani. Cyberpunkot én nézném, na let's go! Tudod, mi volt baj a Cyberpunk-kal? Nem néztem rá buildet, és így saját magamnak akartam összerakni egy tök jó karaktert, és egy haszontalan szar lett. Heroes 3 az mondjuk nagyon menő, de most ugye mindenféleképpen úgy kell játékot választani, hogy az nekem meglegyen. Ugye tudjátok, hogy tört játékot tilos streamelni. Mindig megkapom, hogy most ki a faszom honnan tudná, én nem kockáztatok. Ennyi erővel pornót is streamelhetnék, mert jaj, úgyse veszik észre. Én nem kockáztatok. Nekem nagyon megy a build építés, nekem nem menne bazd meg, bármilyen videójátékban. Mondjuk, és az RDR 2-t nem néznéd, Peti? Én miattad vettem meg az RDR 2-t. Én emlékszem, amikor volt PS4-ed. És az volt a játék, hogy a nagy feminista boldog asszonyokat kötötted a ló után, azt hordtad ki a folyópart a krokodilnak. Ez volt az a momentum, ami velem megszerettette azt a videójátékot. Ilyeneket lehet bele csinálni. Meg egyszerűen, ami engem nagyon-nagyon megfogott abban a játékban, hogy olyan borzasztó elképesztően jól van optimalizálva, és annyira gyönyörű játék.
Cooking stream, azt mit főzek? Metert vagy mi? Pisztoly build építés mellett az egyik legopébb. Let's go. Na várjál, ugye hogy lenne cooking, hogy én főznék, vagy én mondanám valakinek, hogy hogyan kell főzni? Mert a Warframe nem fog grindolós játékot, semmiféleképpen nem fog grindolós játékot kezdeni. Nagyobb potenciál van single player játékokra, de venni nem akarok egyet sem, mert csóró gyerek vagyok gyerekek, hát most a lagzira kell gyűjtenem, tudjátok ti az mennyi? Baj, hogy... Meg mondjuk kéne vennünk egy házat az elmúlt egy hónapban, vagy az elkövetkező egy hónapban. Legalábbis valahol a követ. Na jó, de abban is vannak ilyen, valami indokolatlan oknál fogva nekem a Facebook ilyen nemzetközi Heroes 3-as csoport posztjai dobálja be állandóan. Nem tudom, és ott látom, hogy mennyire meta még mindig az a játék. Van egy nagy piros követ, beledob a tengerbe, ami úgy kék. Milyen lesz a piros kő? Vizes. Nyertem? Ember! Szerinted az az ember, aki annyit ül a WC-n, mint én, bazd meg, nem tudja kívülről az összes TikTok videót? Az nice. És megveszi nekem valaki a Heroes 3-at? No joke. Megyünk Heroes 3-at? Megveszem, geci. Megvan Milán eredetibe? Megyünk Heroes 3-at? De várjál, már lehet, hogy ezt valamikor beklémeltem valami GOG-ra vagy valamire, nem? Volt az free? Hívnám a Norit, lealázna mindenkit amúgy. Heroes 3. De azzal nem játszottál gyerekkorodba? Nem. Kapkodni kell a billentyűzetet, mert akkor sima. Teljesen másfajta játék. Körökreosztó stratégiai játék. Ide bele. De nem úgy stratégiai, hát de végül is építkezés, meg minden. Genyó, ezzel nagyon jó ötletet adtatok, hallod? Ez még a Nórinak is tetszik, bár azt se tudja mi az. De bármi, amiben gondolkodni kell, tudod így csavargatni, meg minden. Meg kibaszni a másikkal. Na az, az meg. Nóri mással játszott? Ja, a Diablóval, vagy mire gondolsz? Figyelj, ő már el van jegyezve, ő már nem csinál ilyeneket. Senki éve se játszol! Hát meg a másik, hogy esküvő előtt biztos nem tudod, mikor fogunk mi majd szexezni? Kétszer, egyszer, azt éjszakán meg egyszer, amikor gyereket csinálunk. De több gyerekünk lesz. De egyszerre beléd rakom, csak ilyen delay-jel. Időzítő sperma. De Heroes-ból ne a Stream HD-t vegyétek, hanem a gogosat? De azt mondtátok, hogy Free Gogon, nem? Vagy Free Vol Command & Conquer-nek is van remake-je? Nincs pénzünk, genyó. Csórók vagyunk, mint a templom egész. Már ott tartok, hogy azt a pénzt, amit a streamből kerestem, kajára kell költenem, geci. Undorító gyerekek, ahelyett, hogy vennék még monitorokat, meg stream deck-et, meg hasonló. Nem Free a kurva életbe. Hello, sosem volt Free. Mindjárt megnézem a GOG könyvt. El is felejtettem a GOG-ot, bazzeg, ott is tele vagyok játékokkal. Van vagy három. Ne csinálj sok gyereket, miért akarod átkozni a génjeiddel a földet? Mert megérdemlik. Mert abban benne vannak az én génjeim is. Az a legnagyobb baj. Múltkor az IT volt, az itt volt nálunk. Gyerekkorunk óta ismeri mind a kettőnket a kocsmából. És így ránk nézett, hogy ti szaporodni akartok? Úristen, geci. Hát mondom, yep. Meghódítjuk. Jó van, akkor eltitkolom a Nóri előtt, hogy mennyi, aztán megveszem magamnak is, meg neki is. Ja, de úgy készülj a Heroes 3-ra nyuszi, hogy ez körülbelül egy 25 éves játék. Tehát az olyan grafika, meg izé, ott nem a grafika a lényeg. Hová jó? Hová jó? Here is my gold könyvtár. This is all of my, nem, activity, profile, games. Gwent, Fallout, Wolfenstein, Warhammer, Frostpunk, Beat Cup, Journey, Stellaris, Elder Scrolls, Final, Evil, Elder Scrolls, Dishonored, oh, bassz meg. Ez baj. 939 Complete Edition! Öt perc mondtam, hogy nem akarok játékot venni. 10 euró darabja.
De neked is meg kell, akkor vegyem. Miért nem? Hát velünk fogsz játszani. Na jó, kinek van meg? Mennyien lehet? 8-an lehet együtt játszani azt, vagy mennyien? Heroes 3. Aha. Hát figyelj, te én Milan Nóri, csá, meg vagyunk. Ezen nőttem föl, geci. Jó lesz nektek, mert én is jár. Hát igazából pont most írt Enger, hogy nem szereti, hogyha valaki sokat gondolkodik. Mert az a baj, úgy van a játék, hogy amíg te gondolkodsz, amíg a te köröd van, addig senki nem tud semmit csinálni. Tehát egymás után jövünk. Érted? És hogyha valaki mondjuk tudja, hogy mit kell csinálni és halad, és akkor van valaki, aki buzizik a többieket, tehát most nem azt mondom, hogy nem szabad gondolkodni. Meg igen, ahogy haladsz előre, egyre több hősöd van, egyre több városod van, egyre több idő, egyre hosszabbak a körök. Közben LOL meccseket játszol le. Megveszem. Te megnézed streamben, hogy milyen, hogy egyáltalán ez téged érdekelne. És akkor meglátjuk, jó? Na de most hova 1v1 ezzel, bazzik, a Hero sose volt jó 1v1, bazz buzis. Heroes mellett lehet főzni Hubinak a vacsorát, de nekem Nóri süti a vacsorámat, bro. Tényleg rá kell szállni, ha akar játszani az ember 4-5 órákat? Na, elmondom neked, hogy nekem ez a legnagyobb bajom, mert itt van ez a Buzi Peti, meg ez a Buzi Zsolti. 1 millió alkalommal kezdtünk el olyan játékokat, mint a Civilization, ami kurva sokáig tart, érted? Leülünk este, mindenki letölti, jó, akkor végigjátszuk, érted? Benne vagyunk 6 órája, kurvára élvezünk, hogy most lefekszök aludni, de aztán 3 hétig nem is tudok játszani, utána meg már nem akarok vele játszani, és akkor basszátok meg, érted? Hát engem ez nekem elképesztően rossz. Én ezt elképesztően gyűlölöm. Persze, hogy med vagyok, geci, hány Civilization-be történt már ez meg, Peti? Mindig ez van! De muszáj, mert fölkúrta a Peti. Te kurtad fel saját Nem a magad. Peti. Nem tudsz játszani normális játékot? Most soroltam fel egy csomó normálisat. Akkor mehet most is. Na jó, ki az, aki jönne velünk Heroes 3-azni? Eredeti Heroes 3, ugye, hadd nekem mondjam. Nem is mondtam, hogy van cived? Hát az Epic-es free civek. Én múltkor ezt játszottam szólóba, nem is tudom melyik része. 6, I guess. 6. De miért ne gogon vegyem meg? Az előbb mondtátok, hogy gogon vegyem meg, ne Steam-en. Most amúgy én szopatva vagyok, vagy mi a szar? Giftelje be valaki, ezt akkor nem kell megvennem. Mi ez a konflux? Dude, nem is látok Steamen. Heroes 3-at? Nem értek hozzá, mi? Azért vagyok itt, hogy összezavarjam az öreget. Te... Ja, tessék! Hol vagyok én öreg, te fasz? Még vagy 8 órán át 30 éves vagyok, úgyhogy engem hagyjál békén, én nem vagyok öreg. Heroes 3 HD sincs. Jó, akkor csak nyomorék vagyok.
Ja, hír. Na de hülye vagy, ez 15 euró, nekem ezért nem kell HD. Azt a HD, jó, hogy HD, mert amúgy... Ó. Külső oldalon 1 euró, az sok. De azt mondtad, hogy a gogosat vegyem meg, az meg nem egy, vagy az is egy. Meg ott is 5.48. Én nem szeretek amúgy ilyen helyekről vásárolni. Megmondom őszintén. Annyi pénzem, mint talán is nekem is van a kártyán. Én nem tudom, én nem szeretek ilyen helyekről vásárolni. Túl riski. Meg most bazd meg, ne azon az 5 euró múljon már, érted? De most akkor vegyem meg! De Steam, nem? És ugye most mondtad, hogy gogot vagyok. Ja. Ha mindegyik megbízható, csak mindegyiken ugye lopott izék a vásárolnak nagy részt. Tehát érted, mindegyiken be tud búrni. Ugye itt nincs gogos, csak Steam-es. De most én ezt vegyem meg, és töltsem le, és elkezdjük ma, vagy mi legyen? Milán, neked megvan a gogos? Milán, én ilyeneket nem csak Steamen. Én Steamen csak is kizárólag eredeti videójátékot játszok. Nem azt mondom, hogy streamen kívül nem játszok törtet, de én streamben nem fogok ilyenekkel semmiféleképpen sem baszakodni. Én játszok, mert csóró vagyok. Ja, bocs, Mihály, elnézést. Nem, amúgy hírózózni inkább hétvégén kéne, nem? Amikor mindenkinek úgy van ideje, érted? Mert most nekiállunk be, azok az 2-3 óránként lelép valaki dolgozni, vagy meghalni, vagy maszturbálni, vagy valami. Das ist nicht gut. De ezt mindenféleképpen félre rakom az ötletládába, majd megmutatom az asszonynak is, addig videókban, meg ilyenek. Jó nagy buzi vagy akkor? Bro, 8 embert követek, akik partnerek és legál? Jó van, akkor majd az lesz. Azt akkor játszunk ketten. És akkor itt van nekünk a vadászós. Még mindig. Illetve a Cyberpunk, az RDR 2. Mindjárt is megyek vadászni amúgy. Akkor meg mehet a Hearthstone. Nincs normális lapom, paklim, semmim dugt. Csak azért lépek föl mindig a Hearthstone-ba, hogy széttörjem mindenemet. Nem tudtam kimondani hibátlan, hogy Hearthstone. Szíven, Cyberpunk 2077 vagy Red Dead Redemption 2? Döntsd el, melyik legyen a következő streambe. Anyádér. Elég durván két külön kaliber, már mint a két videójáték. Hát single player, a story game. Tehát, hogy nekem ez így abszolút amúgy a világ két különböző játéka. Mindenféle szempontból. De ezt a kettőt találtam ki most, hogy ez így lehetne. Lehet, hogy ma még vadászni fogunk. Nem tudom megígérni, hogy a mai streamet végig fogom diablózni. Hogy állnak a droppok? Ja, hogy még csak az első van 62%-nál. Mi?
Azt miért csatlakoztál később, buzi vagy? Mert kutyakaját főztem, meg neked is kaját Ja, csináltam. tényleg. Akkor tudjátok mit? Hogy mindenkinek legyen beleszólása. Mint a Simpsons. Kis izé Sims 4, mehet, aztán Football Manager. A kutyának a kaját főzi, neked meg csinál? Nem, nekem süt. Bro, nekem olyan kaját csinál, hogy fú, geci. Mindenkit megérdemlem, hogy viselkedik, vágod? Melyiket toljuk először a héten? Red Dead Redemption 2, Cyberpunk. Pergettem egy 10 perces szavazást ide a chatnek a tetejére, basszátok ki a véleményeteket, jó gyerekek? Na, te vagy egy Lego Star Wars. Nincs közöttük a cségó, azt majd máshogy iktatjuk be, Laci. Tehát most a következő játék, tehát ez nem a következő játék lesz, mert valószínűleg itt ma még a Diablon kívül lesz egy kis, megnézzük, hogyan kell vadászni. És utána majd a napokban lesz ez eme kettő közül valamelyik. De mondom, az a helyzet, hogy itt most hosszú távra tervezek, mert ugye minimum egy hónap még a, valószínűleg a Diablo season, és még abban sem biztos, hogy annyi game time lesz, mint szeretnénk, viszont a PoE, amiben ugye effektíven hosszabb időt bele tudunk rakni, az meg még minimum másfél hónap. Tehát erre az időintervallumra kell több videójátékot találni, melyek kitöltetem ezt a nagy űrt. Szubra legyen bekészítve a nyakunk, Lacikám, szubra. Hogy legyen LOL, azt mondod, vagy mi? Nem lesz. Az senkinek sem tesz jót. De akkor olyan mi? Meg. Mi? Keresek valami plusz.
Úristen, ebből Cyberpunk lesz, hogyha ez így megy tovább. Még a kicsi szavazási lehetőségetek van. Mivel melyik legyen? Szavazzál te is. Azt sem tudom, melyik milyen. Nézzél róla a videót. De meg most ráérek. Elnézésedet kérem, hogy megmertelek sérteni. Hát, Kakifejű. téged össze. Amúgy. Mi? Mennyi időm van még videót nézni? Faszom, tudja 2 percet? 3? Nem írja, mennyi van vissza. Ők vagy a cség? Úristen, holt verseny van a két videójáték között. Én 2 pontot kukázom valahonnan! Se elég willpower, se elég int. Hát ez kellemetlen. Nem, lépnem kell még 2 paragontot. Szavazott a szerelmem. Meg amúgy Red Dead, annyi videót szokott bedobni, Facebookon szokott rengeteg, meg TikTokon is ilyen hidden dolgokat Red Dead Redemption-ből bedobni. Eszméletlen, hogy mennyi minden van abban a játékban, meg mennyire részletes, meg Nem durva. Én szerintem poéig kifarmolom a mountokat, meg amit lehet. Slushitsban? Vagy Diablóban? Vagy miről beszélünk? Diablo. És nyert a Red Dead Redemption 7 szavazattal, mindenkinek köszönöm szépen, aki részt vett. Ettől függetlenül Cyberpunk is lesz, de Red Dead-del fogunk kezdeni. Nem ma, mert nincs letöltve, de a napokban. Itt vagyunk 36-an. Nézd meg, a gyerek bemondta a nézőszámot, most bannoljalak ki, vagy mi legyen? Igen, mert nagyon sokan lurkolnak, illetve nagyon sokan a drop miatt vannak itt. GG, így kell csinálni, akkor most mondd be, kifarmod a sákot. Bannolj már, please, no way, dude.
Voltam hajtáltott meg a csodálatos hangod, vagy a háttérben. Látod, látod? Azért mondom, hogy ezt a poénát tanultam meg, hogy hiába néznek, mit tudja, mint 40-en, nem fog 40 ember beszélni a cseten, mert nagyon-nagyon sokan, főleg a poénban úgy vannak, hogy miközben poézik, nézni kell a másik monitoron, hogy máshogy poézik, de ugye izomból grindel az ember, tehát nem áll neki írogatni. Azért, amikor ilyen prediction-t indítok, vagy szavazást, vagy valami, akkor mindig többször el szoktam mondani, hogy észrevegyék az emberek. Dungeonben vagyok, nem tudok szavazni. És mire szavaztál volna? Már véget ért amúgy. Heten döntöttek az RDR 2 és öten a Cyberpunk mellett. Azoknak, akik lemaradtak volna. De mondom, mindegyikkel fogunk játszani. Nem gondolom, hogy egy seggel végig fogom bármelyiket is játszani. Valószínűleg így egyszer ez egyszer az lesz. Vagy szokás szerint ezeket is félbehagyom, mint az életemben mindent. Ne ühűzzél, a te meghódításodat nem hagytam félbe, kisköcsög. Szerintem akkor is inkább főz. Miért szeretnéd, hogy főzzek? Gondolom nem ír 100 órát plusz fent lenni például egy Cyberpunkhoz. Vannak olyan körülmények, amikor tudnék. De amúgy az RDR az hosszabb, mint a Cyberpunk, nem? Vagy nem tudom. Az biztos, hogy egyiket se fogom speedrunolni, meg izé, hogy csak a main story, meg ilyenek. Össze-vissza lesznek nagy kalandos bóklászások. Köszönöm szépen, Metos. De nézd meg, ma megint tele vagyok. Árápa. Pirop, pirop. Mondom, kell egy Van Handed Axe, azóta mészeket dobálja orrba szájba. Mész, hova mész? Sajnálom. De például, hogyha lenne egy loot filter, beállítanám, hogy nekem csak a mészeket mutassa. Hop, 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 hop. Potenciális item csere. Kérem szépen, ugyanis kell, gecire kell a willpower. Hát ugye most, hogy nézegettik az előbb, hát nekem rengeteg attribútom hiányzik. Ah, ez nem az a város, kurva életben. De az a város, hülye állat. Nyuszi, elramlott egy GPS-em. Javítsd meg! Nos, az a tervem, eme cipellátorral,
Hogy a Shadow Resistance-et megrolloljuk valamire. Norris or Rood, persze, mert már nem szeret. Spirit Cost Reduction. Az egy egész decent attribút, egy egész decent rollal. De azért még pergetünk egy-kettőt. Hát, ha bead valamit. Meg amúgy valamit csinálhatnának ezzel a craftinggal is köviligára. Megmutassam a legjobb lovam. Mekkora fasza van. Mármint, hogy... $48 is? Akkor fele akkor, amit nekem. Hallom, Petty Play, mondjad. Én a Danit már igazából nem kérdeztem meg, mert az elmúlt 6 buliban minden alkalommal külön ráírtam a Danire, hogy meg van hívva, és mindig lemondta, ezért én őt már nem kérdezem. Ha szeretne jönni, természetesen ő nincs kitiltva, mert azért túl nagy fasza van ahhoz, hogy kitiltsam, de én külön nem szóltam neki. Dece decent lépő. És így a willpower még mindig kurvára nincsen meg. Hallod? Kéne 60 int, bazd meg, meg 20 willpower. Haló? From where? Azt ott egy perfect all attri van. Normális vagy videójáték? Hát üljön rá valaki a szádra! Hogy mutoltam le magam? Geci, be... Megint nem működik a Stream Deck. Ez a paci volt az első, ami nekem megvolt. Ezt nem kaptuk a játékhoz, vagy valami? Hol a lovarda? Temptation is my law. De ez a leglovabb. De, bro. Tényleg az enyém világosabb. Néha! GG ló. Az überülít ló, vagy mi ez? Oh my fucking Jesus. De te miért ölted meg? Bementék kerire, mi? Ez szarügy. Nem erre a válaszra számítottál?
hanem pisilnem is kell. Keri, mentél egy nagy kerit? Én kerisztelek? Hát igen. A sákó az egyenlő jó in the game. Az minden farkasoson kívül, vagy a druidán kívül köbben minden buildre best in slot. Azzal még talán a shadowos nekrom is elős lenne.
Na tessék. Most már geci kemény leszek. Eskü. Rettjentsük be egy 60-asat, nézzük meg, mit tudunk. There is no boring. Mi? Ja, mi? Unatkozó nyuszik. Lefejeje. Mi? Ja, nem igazán. A legjobb izét választottam. Szespektes Dungeont. Ja. Kurva anyját neki. Hát én majdnem megdeglettem azonnal. Haló. Én szerintem a 60-asat még nem bírja a karakter. Jól érzem. Az egy darab mo...
Én ennél többre tartottam a karakterem, Halló Mónika. Lehet, nem mentek az aurák, vagy nem tudom, nem? Apa mondja, puk! Egyetlen dolog volt ezen a cipőn, ami ezen nincs rajta, a Total Armor Violin Werewolf. Gyűlölöm ezt a dungeont amúgy, baszki. Hát nézzük valami jobb elixírt is. Aurabot nem volt elég közel, azaz. Megy a report. Én nem gondolom úgy, hogy van nála. Hát, Max Life-os. Hát ez picsa. Picsa fasz. Ez 52-es. Oka barátibbnak tűnik. De Jézusom, ezek is mekkorát ütnek, bazd meg! Érdekes. Bro, what the fuck? A ruhádele megy el a testüket, hallod ezek? A karakter eddig nem volt ennyire szar. Vagy én vagyok ennyire szar? Hasonló, el is fogy a durabilitás. Nem, hogy elfogy, bazd meg, hanem a karakterem törlődik. Bro, what is this shit? Lesz fizz dimistékel, oké, fizz is burning, ele hát én nem tudom, bazd meg.
Ezt érdemlem én. Mondjuk ezt inkább hagyjuk, hogy mit érdemlek. Videójátékok már akarja könnyíteni a helyzetünket az itt hagyásával kapcsolatban, tudod? Mert az édes. Nem tudom, mi történik itt, Mónika. De én nekem elveszi a kedve. Már megmozdultam, azt meghaltam. 52-es szigil, geci. Akkor miről szól a videójáték? Büdös szar! Mások is ilyen szörnyű videójátékosok, mint én. Vagy ez végre egy olyan dolog, amiben kiemelkedő vagyok. Bejek egy 35-est, azt azon is vansatolnak, hallod? És akkor le is törlöm. Szánalmasnak érzem a jelenlegi teljesítményem. Nektek mi a véleményetek róla? Takarodj el az útból amúgy. Jó, akkor tegyél rá 10 másodperces CD-t, bazd meg, mert leszállok róla. Hallod, a poéba szoktam így sírni, amikor kiégek belőle. Azért nem kellett volna, hogy ez ennyire gyorsan bekövetkezzen, haló.
Persze. Csak találd meg őt, mondjuk. Alika Patrik, semmi különösképpen szenvedek. Így meg vagyok. Farkasulva szenvedek. Közben haladok a rugóval. Jó neked, én visszafele haladok. Én nekem egyre rosszabb a druidám, kezdem ezt érezni. De hát ugye mit is várunk tőlem? Talán úgy fölvettem mindenféle hajstílusokat, itt te olyat még nem láttál. 68-as elég erős kezd. Nagyon helyes! Sakó van már. Ezt akkor leszpannol elém egy ilyen szar. Édes Istenem, hogy én nekem mennyire kezd elegem lenni. A sok fölösleges fasságból. Ezeket a barikádokat kitalálta ki, és miért? Mert azon kívül, hogy cooldown tesz a lovadra, semmi értelmű. Nem szabad feladni, Dániel, nem szabad feladni. Addig kell menni, amíg ki nem esik rá. Lehet előbb lesz sákód. Hát igen, valószínű, hogy egész használható item a sakó, valószínű, de aztán lehet, hogy sosem tudjuk meg. Szízenönként esik kettő. Nemrég vettem meg a játékot, nekről kezdtem, jelenleg 53-as szint vagyok, mennyire vagy képben a build-el kapcsolatban? Hát, érzékeny téma volt, nekem egy saját nekró build-em. Aztán az, arról van egy videó, az akkori állapotában felkiáltójel build command-el eléred.
hogy hogyan építettem, milyen volt. Aztán azóta már változtattam azon is, na azóta már nem jó. Nagyon jó tud lenni a Necro, a Bonespear Necro, ez az egyik S-tier karakter jelenleg a játékban. Azzal néztem tegnap, hogy izé Rob de Parshadból ölte meg Lilithet. Nagyon disgusting tud lenni. De jobban szimpatizálok a druiddal, mert ez ilyen ráfekszel a jobb egérgombra, az csá, megpróbál meg össze-vissza. Körzögessé, kerülgessé, tököm tudja. Nem túl mobilis karakter, semmi movement skillje nincs, egy darab CC break skillje van, az is egy 15 másodperces CD-vel, azt addig semmit nem tudsz csinálni. Hogyha odafigyelsz arra, hogy mit hogyan csinálsz, akkor kurva jó karakter a Necro. De ugye, we don't do this here. Nem azt mondom, annyira nem bonyolult, csak tényleg oda kell vele figyelni, hogy mikor, merre mész, ugye a Bonespear-nél nem mindegy, hogy mozogsz, mindig legyenek lekörzölve, hogyha körzös verziót játszol. Meg hogy ne állj bele semmibe, ugye tényleg, mert nem tudsz kijönni a CC-ből. Itt van a druida, 20 másodpercig unstoppable, ott van a necro, egyszer ki tudsz jönni belőle, azt utána 20 másodpercig semmi. De bitangerős tud lenni a Bonespear necro, olyan indokolatlanul bitangerős. Nekem tetszik, én szerettem, csak tényleg sokkal-sokkal kényelmesebb a druida, miután ugye megvan rá a gír. Hát most jelenleg az enyém is így néz ki a... De ugye én az első verzió, amiről a videót is csináltam, abban én a Corpse Tendrils-t nem használtam, hanem dupla körzöm volt. Nem is, most nem is Corpse Tendrils-el használom, hanem Corpse Explosion-nel. Ugye csak az a lényeg, hogy konzumolja a korpzokat. Tendril se rossz ugye, mert úgy összehúzza őket egy kopaszba, és akkor sokkal könnyebb ölni.
Igen, ugye az originál verzióban, amit én toltam először, amiről a videót csináltam, abban nekem a bossokra volt benne Bone Spirit, és ugye full criten. De aztán, mivel a Bone Spirit-et csak bossokra használtam, ezért alakítottam át én is inkább erre az Explodosra. Ami ugye nem is csak azért van, hogy összehúzza a Tendrils, hanem ugye vannak olyan passzív nodok, amik azt adják, hogy when you consume a corpse, you deal increased damage, és hasonlók. Tehát ki kell rakni úgy, hogy legyen a corpse generation-öd a bossokon. Tehát ne feltétlen kelljenek, legyenek hozzá addok, hogy legyen corpse. Csak hogyha van corpse, felrobbantod ötször corpse-okat, és akkor valami 60% damage-ot összetudsz belőle a kalap, ami nem is tudom mennyit. Tehát ott nem csak maga az összehúzáson van a hangsúly. Ja, a regeneration az nekem is probléma volt. Kell a gírre faragni kis izét, kesztyűre például. Lucky hit chance, primary resource regen. Meg ugye, hogyha semmi másból nincs regened, csak a basic attackból, akkor nem mindegy, az attack speed sem ennyi. Ja. Beszakadt a mennyezet a fürdőben? Miért? Az komoly geci. Apád nem tudna egy kicsit vigyázni magára? Bazd meg. Az az ember geci mindig valamit csinál a testével. Minimum rollos razorplate. Ez nagyon jó az a videójáték. Kösz, hogy vagy. Megcsináltatok a telekomosoknak, hogy gyorsabban le tudjanak jönni? Az igen, arany élet. És a sán lesz normális internetet, Zsolti? Töveszik a bottal a gyerek, bazd meg. Kuak, kuak, kuak,
Nem, mert megint nem működik a Stream Deck. Megette a kajámat. Remélem most nem azt válaszolta, hogy igen. Úgy kezdi egy droidot, hogy ehhez a buildhez kötelező, amit én játszok, ahhoz kötelező ez a Unique Helmet. Anélkül nem lesz ilyen. És azért vannak páran a chaten, akiknek még mindig nem esett ki. Pedig aztán ilyen 70-80-90 pluszosak. De viszont ugye máshol nem tudod kifarmolni, csak a droiddal, hogyha elkezdett. Tehát ez egy ilyen kacifántos történet. Ugye megvenni nem lehet. Lol, csak ki kell farmolni 58. Én farmoltam ki neked is, bazd meg, azért van meg, de felejtsd el! Az a link az a Necro buildre visz, de hogyha szeretnéd, akkor be tudom linkelni ezt a droidot is. Hogy how is it felépülünk. Ráment a kajámra ez a csöves? Nem a szíjétre, nincs a kajára, ami nem volt a földön. Hello! Bele zabált. Biztos vagyok benne. Ott hello, szia Patrik! Ó, anya kiabált veled! Szegény műzli! Mit szólsz még egy órát, mert a stream azt akkor együtt etettünk kutyát. És akkor vacsit. Műzli, fúj! És akkor vacsorázok én is. Vagy más sütöd a krumplim? Más sütöd. Ó, oh, akkor nem megy hatig a stream. Addig megy, amíg elkészül. Lófasz kiesett negyedjére is a Unix sisak. Épp most mondta valaki a chatet, tetszik ez a beat, de mondom, szopósi kurvára hisz kifarmolni ezt a helyet. Óvári úr, itt vagy? Ezért most megharapom bosszúból a szutyádat. Ajaj, hát ez... Egészen gyűlöllek.
Tehát ez a build, viszont én akkor még nagyjából egy dungeon-t letolok, és akkor vége a streamnek. Ezt te voltál, vagy ide szíttem? Jó. Pénz. De azt is hallottad, amit mondtam? Nem, mit? Olyan most látom. Már alig várom, hogy belenyalhassak. Ja, szerintem ez a dungeon aztán vége, mert le kell tölteni hónapra játékokat, meg ilyennek. Meg most úgy akarok lefeküdni, hogy ne kell hajnal 2-kor kelni. Ja, ma kicsit rövid volt, gyerekek, elnézést, mert sok volt a munka, amit halogattam egész hónapban, ahelyett, hogy mondjuk minden nap dolgoztam volna vele fél órát, és akkor már egy hete kész lenne. Hát ugye ez vagyok én. Ahhoz még korán van, Dexter, most szólok. A Pali képes megdögleni egy 33-as szigilbe, geci. Hogy elcsuklott a hangja? Hagyd ott a kávés bubém, aztán. Mindig le akarja verni a nagy farkával. Dexter mondja, vú. Dexter, ne bántsd már a műzlit! Szerinted jót tesz az egészségednek, hogy belemorogsz a műzli aurájába, Dexter? Én is üzenem neki, buf! De behallatszik amúgy. Nem kéne behallatszni. Ja, nem hallatszik be, jó. De amúgy nem lepődnék meg, ha behallatszana, mert... Üzenném neki, buf! Hello megint, szia Zsolti! Mondod, buf? Meg kéne nézem apádra. Szint vagy, Dexter. Te fogjon elkanászodni! Esküszöm, ezt nem nekem mondta, hanem a kutyának.
Augusztusban jössz Diablo? Nagyon jó. Addigra már lehet, hogy vége is lesz az első season fellendülésének. Na jó, de azért a Diablo nem olyan, tehát a Diablo-t azt folyamatosan fogjuk játszani minden bizonnyal. Bár lehet tényleg az lesz, amit Engér mondott, hogy az első 1-2-3 season az olyan meh. Csak majd csak utána izomból, amikor már kialakul a videójáték nagyon fancy-re. De majd meglátjuk. Nyilván mindig fogunk neki adni egy esélyt. Poénak is mindig adunk. Viszont én most a vacsorámnak szeretnék adni egy esélyt. Úgyhogy mély tisztelettel és elnézéssel köszönöm szépen, hogy itten voltatok. És tényleg big sorry, hogy ennyi volt, de fel kell készülni az éjszakai ördögűzésre. Hova raideljünk? Mi a véleményetek? Zsolti, fölöved a streamet? Mutasd már meg, hogyan szokták katalizátorokat lopni. Hát azért figyelj, még mindig 150 ezeren nézik a Diablót, tehát még mindig nincs meghalva. Én már ki is választottam, hova megyünk, mit szóltok hozzá. Patch nem volt. Meglopták tőlünk. Benézzünk ez a jó képességű fiatalemberhez. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan voltatok ma is. Viszont a rövid, egyre rövidebb streamekhez meg hozzá kell szokni, mert mostanában kezd annyi munkám lenni, hogy ez már vállalhatatlan, és valószínűleg egy darabig meg fognak szűnni a 8-10-12 órás streamek, de majd igyekszem máshogy viselkedni. Szervusztok!